Szeretettel köszöntöm Önöket a mai napi panel filmipari beszélgetés hegesztett szerkezetek szekciójában. Nemes Zsolt vagyok, a Német Magyar Ipar és Kereskedelmi Kamara munkatársa. Röviden annyit, hogy 5 éve dolgozom a cégnél az üzletfejlesztési területen, és úgy láttuk gyakorlatilag, hogy az utóbbi időben nagyon erősen növekedett azon német cégeknek, illetve a megkeresések száma, akik különféle szerkezeteket, vagy hegesztett szerkezeteket, vagy akár másfajta gép megmunkált részegységeket vásárolnának Magyarországról. A másik oldalon pedig azt vettük észre, hogy a magyar cégek részéről is növekvő igényt találtunk arra, hogy a kapacitásaikat ki tudják helyezni. Na most visszatérnék a mai rendezvényünkre. A mai rendezvényünknek a célja az, hogy egy kicsi áttekintést adjunk a hegesztett szerkezetgyártásról, illetve itt van egy pár, nem is tudom, hogy azt mondtam-e önöknek, hogy szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy erről a rendezvényről egy videó felvétel készül, ami a későbbiekben megtekinthető lesz a honlapunkon. Jó. A másik két panelbeszélgetésnek az anyagát, a mechanikus megmunkálás, illetve a lemez megmunkálás területén ezek az anyagok is elérhetők az érdeklődő cégek számára. Kérem, a honlapunkon keressenek. Jó, akkor hát üdvözölném még egyszer a résztvevőket. Résztvevőink között gyakorlatilag több magyar cég található, akik egyrészt ugye be is fognak tudni mutatkozni. A másik oldalon pedig ott találhatók a német résztvevőink is, a beszerzői oldalról, akiknek ugyanezt a rendezvényt követi tudják, így ahogy önök, és gyakorlatilag nekik szinkron tolmácsolással biztosítjuk a részvételt. Jó. No. Akkor nem is tudom, hogy mit érdemes lenne még elmondani. Elmondanám röviden, hogy menne. Én most fölkérdém majd Sas Illés urat, ő lesz gyakorlatilag az előadónk. Ő a Elektromontőr Inc. Kft.-nél dolgozik jelenleg, viszont nagyon régi motoros a szakmában, hegesztő mérnök, EVE és IVE minősítéssel, gondolom ez, akik a szakmában dolgoznak, ez mond valamit. Ő lesz az, aki majd gyakorlatilag egy kicsit áttekintést ad a magyar hegesztett szerkezetgyártóknak a helyzetéről. Jó. Még azonban majd még azt mondanám, hogy ez körülbelül egy olyan 10-15 percben lesznek az ő szlájdjai, és gyakorlatilag még annyit kérnék, hogy ezt követően a résztvevőink, tehát akik a projektben részt vesznek, ők majd kapcsolják be a kameráikat, meg, és akkor kerül majd a kérdések. Kérdéseknek a megválasztására. Jó. Nagyszerű. Én mindjárt akkor át is adnám a Sas Illés úrnak a szót, aki majd röviden bemutatja önmagát, és az előkészített előadását most éppen föltöltöttem, és megkérem, hogy vegye át akkor az irányítást, és akkor kezdje el a beszélgetést. Köszönöm. Jó. Köszönöm a szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sok szeretettel üdvözlök mindenkit a online fémipari panelbeszélgetés hegesztett szerkezetek gyártása délutáni szekcióján, és egyben szeretném megköszönni a Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarának a felkérést ennek a szekciónak a megtartására. Alapvetően itt hegesztett szerkezetek gyártásáról szeretnék beszélni, de mindemellett akár itt az előbb, ahogy a Nemes úr mondta, én ugye hegesztő szakmérnök vagyok, tehát itt főként a hegesztésről szeretnék adni egy áttekintést, hogy Magyarországon
tulajdonképpen mik is azok az aktuális trendek, kihívások, amik a hegesztett szerkezetgyártek gyártásában a hegesztés során szembesülnek a cégek. Hát röviden áttekintve ugye ezt a listát, ez egy nem teljes lista, amit látható előttünk. Én igyekeztem kiszedni azokat, vagy összeszedni azokat az aktuális dolgokat, amik talán a legmarkánsabban jelentkeznek meg. Tehát itt nem mehetünk el ugye a COVID-19 vírus okozta helyzet, de hogyan reagálnak a cégek. A kapacitás igény, ez már egyébként a délelőtti és a kora délutáni panelbeszélgetés során is fölmerült, mint egy eléggé markáns kérdés. A termelékenység növelés, tervezési trendek, illetve az ipar 4.0, ami egy azt mondom, hogy egy napjainkban a hegesztés is egyre jobban érintő terület és kihívás. Hát lényegében, ha nagyon röviden átnézzük, hogy mik is az, ami a COVID-19 vírus miatt kialakult helyzet, ami mellett azt mondom, hogy egy ilyen gazdasági válság is lezajlott, hát azt tapasztalhatjuk, hogy a magyar cégeknél jelentősen megnőttek a vevők irányából olyan kihívások, melyek ugye a rugalmasságot, a gyorsaságot. A minőség és a hatékonyság, azt kell, hogy mondjam, hogy most már kezd beépülni egy alapelvárási szinté, és hát ugye emellett a beszállítói oldalon, tehát ugye a magyar beszállítói oldalon, ugye a rendelési állomány stabilizálása. Nagyon sok cég küzd azzal, hogy már rendelési állománya van, viszont az előrelátás, tehát egy adott rövid időszakra, egy-néhány hónapra előre látható, viszont hosszú távon nem látható, ezért nagyon fontos az, hogy ezeket a rendelési állományokat stabilizálják a beszállítók. Ami tulajdonképpen itt szintén egy nagyon lényeges dolog, amit nagyon sok cég elkezdett kihasználni, hogy olyan beruházási lehetőségek jelentek meg, melyek ugye a munkahelyek megtartása, illetve a hatékonyság javítására célzott beruházások, állami támogatások, amennyiben ugye ezeket hatékonyan ki tudja használni egy cég, egy eléggé kedvező helyzetbe tud kerülni, és ezáltal tulajdonképpen a jövőbeli üzletét kiválóan meg tudja alapozni, tehát egy olyan beruházást tud végrehajtani egy olyan időszakban, amikor egy válság zajlik le, amelynek következtében egy következő időszakban sokkal hatékonyabban tud labdába rúgni. Azonban ugye a hegesztés és a hegesztéshez kapcsolódó fő tevékenység, ez még a mai napokban hegesztők által, tehát humán erőforrás által történik ugye a hegesztés, és hát itt komoly kihívás jelentkezik, hiszen ugye jelenlegi helyzetben ugye ez a rugalmasság, amit itt az előbb említettem, ezek nagyon, nagyon erős, nagyon nehéz kihívások elé állítják a vállalkozókat, hiszen itt egy rugalmasan változtatható, viszont stabil és jó minőségű kapacitást kell biztosítani. Erre lényegében néhány számadatot hoztam ide, hogy azért magyarországi szakmai képzésekben, hegesztő minősítések esetén itt Magyarországon 10-12 ezer hegesztő minősítés zajlik le éves szinten. Itt alapvetően itt a különböző TÜV és tanúsító szervezetek által, illetve a MHTE, mint szakmai szervezet által elvégzett tanúsításokat hoztam ide. Ez természetesen nem egyezik meg a hegesztők számával, hiszen egy hegesztő több minősítést is szerezhet, illetve vannak olyan hegesztők, akik már minősítettek, és őnekik ugye a hosszabbítást is beleszámolják ugye ebbe a 10-12 ezer minősítés felébe.
Szintén nagyon fontos ugye a szakmai fejlődési részben, hogy ugye hegesztő szakmérnök, tehát megfelelő szakmérnöki állománnyal is rendelkezzen. Itt a magyarországi egyetemek, ugye két egyetem is képez hegesztő szakmérnököket, 40-50 fő, aki évente felszabadul, mint hegesztő szakmérnök. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően ez egy eléggé jó bázis ad arra, hogy a hegesztő szakmában megfelelő legyen egy jó minőségű, stabil hegesztő gárda. Azonban ugye azt is be kell látni, hogy ezeknek a hegesztőknek egy része sajnos külföldön folytatja a pályafutását. Ezért lényegében azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon markáns terület, ami megjelent, ami talán azt mondom, hogy a jövőben még jobban előtérbe fog kerülni, ez az automatizálás, robotizálás. Itt ugye szó lehet először is ugye egy egyszerű automatizálási, tehát különböző hegesztési pisztolytartó, hordozó rendszereknek a használatáról, ami még ugye nem váltja ki az emberi erőforrás, de már egy minőségi előrelépést jelent. De természetesen megjelentek ezek az új kollaboratív robotok, melyeket nagyon könnyen be lehet tanulítani, és hát ugye a hegesztő robotoknál is jelentős növekedés látható. Van olyan cég, aki most egy ilyen viszonylag friss adatként körülbelül olyan 25%-kal tudta a jelenlegi magyarországi hegesztőgépeknek a darabszámát növelni a 2019-es évben. Tehát ez egy markánsan fejlődő terület. A következő témakör, amit úgy gondoltam, hogy mindenképp ki kell térnünk rá, hogy a termelékenység növelés. Hát ez ugye minden területen egy nagyon markáns és nagyon fontos terület. Mind a vevői, mind a beszállítói oldalról. Ugye a beszállítói oldalról, hogy a megfelelő nyereségességet meg tudja teremteni a beszállítói, vagy a vevői oldalról pedig, hogy ugye egy versenyképes áron tudják ezeket a termékeket beszerezni. Itt alapvetően először is a hegesztésnél, mint egy ilyen kézműves mestermunkánál, sajnos ugye azzal kell először megküzdenünk, hogy hogyan is tudjuk a folyamatot ellenőrzés, koordinálás alá és nyomonkövetés alá vonni. Erre vonatkozóan már elég jó monitoring rendszerek kerültek kialakításra, ami mind a hegesztési paramétereket, mind magát a termék előkészítését, gyártási folyamatát nyomon tudja követni. És hát ugye a hatékonyság növelés mellett ugye egy másik fő terület, témakör, ugye ez a lean filozófia, ami ugye alapvetően az autóiparból jelent meg, az autóiparból került át a nehéz acél szerkezet gyártásba. Sok cég küzd is ezzel, hogy ugye mit is csináljon, hogy is értelmezze ezt, de hogyha én nagyon röviden ezt megpróbálnám összefoglalni, ez három pontot hoztam ide, hogy mi is az, amit ezt a lean filozófia alkalmazásában gondolkoznunk kell. Ugye az első az, hogy megpróbáljuk azonosítani, hogy milyen veszteségeink vannak, és ezeket a veszteségeket megpróbáljuk minimalizálni. Én itt a minimalizálni ezt kihangsúlyoznám, vannak, akik azt fogalmazzák meg, hogy eltüntetni, megszüntetni. Én azt tapasztaltam, hogy erre igazából nagyon nehéz elérni azt, hogy megszüntessük, minimalizálni, csökkenteni lehet ezeket a veszteségeket. A következő ugye ez a szükséges, de nem eladható munka, tehát ezek azok a tevékenységek, amik a hegesztéshez kapcsolódóan el kell végezni. Ezeket lényegében azért kell elvégezni, hogy a hegesztés megfelelő minőségű legyen, a vevői elvárásoknak megfelelő legyen. Ez nem feltétlenül értékteremtő tevékenység már, hanem itt alapvetően gondolok itt például különböző varratoknak a megköszörülésére, előkészítésére, tisztítására, fröcskölés eltávolítása. Tehát ezek azok a tevékenységek, amiket szintén csökkentenünk kell. És hát ugye a legfontosabb, tehát az értékteremtő tevékenység hatékonyságának a növelése. Azonban itt mindenképp felhívnám azt is ilyen figyelemfelhívásként, hogy nagyon sok cég egy kicsit ilyen fordítottan kezdi, tehát először az értékteremtő tevékenységet kezdi el növelni, hatékonyságát kezdi el növelni, és mivel a veszteségek és az el nem adható munka nem csökkent, ezért lényegében nem tapasztalja a megfelelő hatékonyságnövelést. Tehát itt nagyon fontos, hogy sorrendben, ezzel a megfelelő sorrendben haladjonak a cégek.
Most ezeknek a támogatására mind szakképzés, mind a szakmai képviseleteken keresztül, tehát itt az MHTE, a MAHEG, akik a hegesztő szakmérnököket, hegesztő szakembereket nagyon jól összefogják, különböző szakmai konferenciákkal nagyon, nagyon jó, nagyon erős támogatást tudnak adni. Ugye ezek mögött, a szervezetek mögött ugye az Európai Hegesztési Szövetség és a Nemzetközi Hegesztési Szövetség áll, tehát lényegében eléggé komoly szakmai háttérrel rendelkeznek. Hát a tervezési trendekről is szeretnék itt néhány gondolatot megosztani. Itt alapvetően ugye én úgy gondolom, hogy az egyik fő tervezési trend, ez nehéz acélszerkezetek gyártásánál ugye a növelt folyáshatárú acélok alkalmazása. Itt már ugye nagy szilárdságú acéloknál 960-1100 megapaszkálos folyáshatárú acélok alkalmazása is egyre elterjedtebbek. És hát ugye az autóiparban pedig ugye az alumínium ötvözetek, ezek jelentős önsúlycsökkenést tudnak eredményezni, ami egy nagyon fontos ugye itt az autóipari anyagmozgatási szektorban. De nagyon fontos egy másik dolog, amit szintén azt tapasztalom, hogy egyre több partner kapcsolatban elkezdi kiaknázni, hogy azokat a partnereket, a beszállítói partnereket, magyarországi partnereket, akiknek már kellő gyártási tapasztalata van, bevonják a tervezési fázisba. Ezáltal hatékonyabban gyártható termékeket, könnyebben gyártható, jobban gyártható termékeket tudnak előállítani a tervezők. És természetesen hát ugye van még olyan dolog is, hogy ezeket az alapanyagokat szeretnénk egyre jobban kihasználni. Ehhez lehetőség van ugye a technológiai paraméterek, hegesztési paraméterek optimalizálására, tehát akár a hegesztési előtorás áramerősség növelésére, ugye meg kell vizsgálni, hogy meddig lehet elmenni annélkül, hogy bármilyen szilárdságvesztés, mechanikai tulajdonság csökkenés eredményezne. Ez lényegében már az értékteremtő tevékenység hatékonyságának a javítása, illetve hát az egyetemeken, Magyarország egyetemeken rendelkezésre állnak gyártási folyamatok szimulálására olyan rendszerek, amelyekkel akár már egy hegesztési deformációt is kiválóan lehet előrejelezni, egy egész komplex szerkezetnél egy hegesztés előtt lehet elemzést végezni, hogy milyen várható deformációk jelennek meg. És hát az ipar 4.0, tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hát ez itt a hegesztésben, próbáljuk megkeresni, hogy mit is jelent itt a hegesztésben, itt nagyon sok terület az, ami megjelent. Ugye megjelentek az online felügyeleti rendszerek, amelyek már a hegesztés közben folyamatosan regisztrálják a hegesztési paramétereket, gyűjtik folyamatosan ezeket az információkat, ezekkel, hogy még mit tudunk kezdeni, hogyan tudjuk elemezni, hát ezzel még vannak, azt kell, hogy mondjam, kihívások. Az automatizálás, robotizálás, ugye ez egyértelműen ugye az ipar 4.0-nak az egyik alap mérföldköve, alapköve. Ide hoztam két olyan területet, ami talán nem elsőre nem kézenfekvő, de egy nagyon lényeges, ez a varrat ellenőrzés. Itt ugye van egy vizuális varrat ellenőrzés, amelyre itt a képen látható egy objektív mérőműszert is már manapság az iparban rendelkezésre áll, és itt is ezeket az információkat mind lehet digitalizálni. Illetve léteznek olyan 3D-s szkennelésen, lézeres szkennelésen alapuló ellenőrzési rendszerek, amiről itt szintén egy ilyen képet hoztam ide, ahol ugye a szerkezetnek a deformálását, vagy akár mondjuk egy adott szerkezetben, hogy egy összeállítás során az adott tétel megvan-e, ott van-e, a helyén van-e, ezeket le lehet ellenőrizni. Ugye ez mind ezek az információk azokat adják számunkra, hogy a hegesztési folyamatnak egy mély elemzését és az eredményeket, amiket így az elemzések alapján el tudtunk érni, ezeket fel tudjuk használni később a döntéshozásban, illetve online információkat fogunk kapni a termelés irányításban. Hát alapvetően ugye igazából ezek azok a főbb trendek, főbb irányvonalak, amit az ipar 4.0 kapcsán itt a magyarországi, de azt kell, hogy mondjam, egyébként ez nem csak magyarországi, ez nemzetközi trendeknek is lehet mondani, hogy ugye ebben az irányban igyekszik a hegesztett szerkezetek gyártása előre mozdulni.
Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen nagyon röviden megpróbáltam ezt úgy látom, hogy már így is túléptem egy kicsit a rendelkezésemre álló időkeretet, de megpróbáltam összefoglalni és egy ilyen összefoglaló képet adni, hogy milyen kihívásokkal, milyen trendekkel küzd tulajdonképpen a mai magyar acélszerkezetgyártási, hegesztett szerkezetgyártási vállalkozások. És hát tulajdonképpen én köszönöm, meg szeretném megköszönni a figyelmet, és akkor szeretném visszaadni a szót a Nemes úrnak, és majd akkor a kérdések során egyébként vissza fogunk térni ezekre a témákra még. Köszönöm. Én is köszönöm Sas úrnak az előadását. Gondolom önök számára érdekes témákat vett föl, ami önöket foglalkoztatja, hogy milyen trendek irányában induljanak el gyakorlatilag, és elnézést, csak én közben föltöltök egy prezentációt. Elérkeztünk most arra a pontra, ahol a projektben résztvevő cégek bemutatkozhatnak, és gyakorlatilag én akkor itt sorban fölkérném önöket arra, hogy egy percben mutassák be a cégük tevékenységét, és akkor szeretném fölkérni gyakorlatilag az ASG gépgyártató Csépke Ceciliát, hogy mondjon még egy kicsit bővebb információkat a cégükről. Jó. Kedves Cecília, kérem, hogy kapcsolja be a mikrofonját, és kapcsolja be a kameráját, hogy mindenki hallhassa, amit ön mond. Köztünk van? Önöket. Szerintem hallható vagyok, ugye? Igen, tökéletes, köszönöm szépen. Még annyi technikailag, hogyha itt az alsó képre rákattintanak, mert ugye fölül látszanak a szlájdok, vagy a Cecília képére rákattintva, vagy pedig lehet váltogatni a kép és a szlájd között. Mindig a másik az alulra lekerül. Én most fönt látom mosztott képernyőn Cecíliát, és alul pedig mellettem gyakorlatilag az ASG gépgyártó szlájdját, de visszateszem a szlájdot. Jó, ez csak önöknek. Kedves Cecília, hallgatom, izgalommal várjuk. Üdvözlöm Önöket. Az ASG Kft. Bécs-Budapesti autópálya mentén Tatabányán helyezkedik, található. Növelt folyáshatárú finomszemcsés szerkezeti acélok, kopásálló acélok felhasználásával gyárt, építőgép alkatrészeket, mobildarú felsővázakat, kitámasztókat, bányabiztonsági berendezések elemeit, fúrókocsi elemeket, alvázakat, kotró berendezéseket szállítunk tengeri kotróhajókhoz, papíripari gyártósorok tartóelemeit, rózsamentes és szénacél lemezek kombinációjából, valamint önjáró löveg, stabilizátort és szivattyúház elemeket is. Nagyobb partnereink a Caterpillar, Tadano Demag, Tadano Faun, Komatsu Mining, svéd Epiroc, a francia Sandvik, Hollandiában a Boskál és Royal Boskál is, talán csak így röviden. Főbb gépeink, eszközeink, amik jellemzik a nálunk gyártható termékeket is. Lángvágó és plazmavágó gépünk van, itt 3000-12000 mm-es vastag, vagy méretekben tudunk gyártani, 150 mm-es vastagságig. 500 tonnás élhajlítónk, 4 méter hosszú alkatrészek gyártására alkalmas. Van akkreditált laboratóriumunk is, és gondolom lejárt az idő. Jó, így van, köszönöm, kedves Cecília. Meg szeretném mondani, hogy itt a bemutatkozási lehetőség relatív rövid, viszont a céges beszélgetésekhez javasoljuk, hogy készítsenek egy olyan prezentációt, amit szintén a mi általunk rendelkezésre bocsátott linken föl tudnak tölteni, és így sokkal jobb, tehát hogy is, sokkal több információt tudnak majd a partnerüknek átadni. Jó, akkor most a következőben az AC Engineering cégtől felkérném Ciráki Zoltán urat, hogy ismertesse cége tevékenységét. Ciráki úr? Jelen, jó napot! Kérem, kapcsolja be a mikrofonját és a kameráját, hogy a többi részvevők is láthassák, és akkor át is adtam a szót. Köszönöm szépen, egy perce van. Jó napot! De diszkrét csengetéssel jelezzük, hogyha lejárt az idő. Rendben van, üdvözlöm Önöket. Ciráki Zoltán, amelyek az AZ Engineering Kft-nek az ügyvezető és a tulajdonosa.
A cégünk főleg hegesztett szerkezetekkel, automatizált berendezésekkel és ezeknek a gyártásával foglalkozik. Ezen belül mi lényegében fémmegmunkálása, tehát az alkatrészek gyártásától a hegesztett szerkezeteken keresztül a teljes üzembehelyezést végezzük. A hegesztett szerkezetek terén mi nagyjából 5 tonnáig vagyunk igazán kompatibilisek. Felette partnerek bevonásával 40 tonnáig tudunk alkatrészeket gyártani. Az összes hegesztőnk minősítéssel rendelkezik, amennyiben a vevő előírja, hogy milyen minősítéssel kell rendelkezni, abban az esetben igazodunk a vevő igényekhez, úgyhogy a lehetőségekhez mérten igyekszünk a legtöbb igényt kiszolgálni. Mi azért elég rugalmasak vagyunk, úgyhogy próbálunk mindig megfelelni annak, amit a vevő szeretne, úgyhogy ha mi saját eszközökkel nem vagyunk képesek ezt megoldani, akkor alvállalkozók bevonásával is igyekszünk minden igényt kiszolgálni. Köszönöm. Köszönöm szépen a bemutatkozást. Akkor rátérünk a következőre. Itt a Büttner Kft-t szeretnénk bemutatni, aki nagyon sokfélétű tevékenységgel foglalkozik, a mechanikai megmunkálástól kezdve egészen, de én átadom nekik inkább a szót. Kérném akkor Büttner Tamás urat, hogy akkor ismertesse a cégét. Köszönöm. Büttner úr, kérem kapcsolja be a mikrofonját és a kameráját. Köszönöm, hát remélem hallható vagyok, és akkor ez sikerült. Üdvözlöm a részvezőket, én a Büttner Kft. Képviseletében szeretném bemutatni a cégünket. Cégünk 28 éve alapult, jelenleg 16 millió euró árbevételrel rendelkezik. Igazából az elsődleges tevékenységi területünk a fémmegmunkálás, a darabolástól egészen a komplett egyedi alkatrészek gyártásai. Itt szeretném azért kiemelni, hogy egész nagy méretekben is tudunk és képesek vagyunk 3+2 tengelyes megmunkálásokra, egészen 25 tonna darabsúlyig és 8000x3500x1700 mm-es tartományig. Ezen kívül házon belül rendelkezésre állnak lángvágó technológiák, vízvágó technológiák, és akár hosszú fúrás is. Alapvetően mi a precíziós gyártásból indultunk ki, tehát gyakorlatilag szerszámelemeket gyártunk, de itt a növekvő igényekre való tekintettel egyre több hegesztett szerkezetet és akár öntvényt is megmunkálunk. Büttner úr, köszönöm szépen a bemutatkozását. Gondolom, nagyon jól segített. Még azt el szeretném mondani, hogy az elején mondtam, hogy az összes bemutatkozásnak az anyagát a német hallgatóink szinkron tolmácsolásban hallgatják. Köszönöm. Megyünk akkor a következő cég. A Ferrokov Vas és Fémipari Kft-től felkérném Gélic József urat, hogy a kameráját és a mikrofonját bekapcsolva mutassa be egy kicsit a cégét. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok! Igen, várjuk a kamerát, és várjuk a hangját, már halljuk. Jó, a kamerát is bekapcsoltam. Tetszenek láttani? Halló? Igen, látjuk. Látjuk is, és akkor a stopper most indul, 1 perce van akkor a rövid bemutatkozásra. Köszönöm. A Ferrokov Kft-nek a fő tevékenységi köre a kis és közepes méretű acélszerkezetek gyártása, és ezeknek a termékeknek a tűzi horganizása, porfestése, galvanizálása és oldószerrel történő festése. A főbb partnereim Németországban a Szikla GmbH, illetve a Poltec GmbH, Ausztriában a Doka GmbH, Hollandiában a Kramp, illetve Franciaországban és Svájcban a General Electric. A főbb gyártott termékeink azok tartók, alapkeretek, szereléstechnikai elemek, zsalúrendszer elemek, konténerek, rácsos tartók és lemezburkolatok. A megmunkálási lehetőségeink szalagfűrész, lézervágás, 3D csőlézer, CNC fúrás, marás, esztergálás, élhajlítás, fésgép,
50 darab kézi hegesztőnk van, 5 darab robothegesztőnk van. Ennyi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rövid, na, elnézést a bemutatkozást. És akkor a következő, fölkérem a következő céget, azt pedig mindjárt mondom, hogy melyik lesz ez a Pannonstahl Kft-től. Szeretném fölkérni Szóda Balázs urat, hogy akkor bemutassa a cégét. Szóda úr, kérem, hogy kapcsolja be a mikrofonját és a kameráját, hogy a többi résztvevő is láthassa önt. Átadom a szót, viszont hallás. Jó napot kívánok, Szóda Balázs vagyok a Pannonstahl Kft. Képviseletében. A cégünk acélszerkezet gyártással foglalkozik. Elsősorban exportra gyártunk már nagyon régóta. Német és osztrák partnereink vannak elsősorban. Ausztriában a Binder & Co. AG, nekik például hulladékfeldolgozókba és bányákba gyártunk surrantókat, bunkereket, csővezetékeket, ehhez kapcsolódó szárító ciklonokat, ezeket mint kopásálló béléssel látjuk el, tehát feldolgozunk nagy kopásállóságú acélokat is és hőálló acélokat is. Németországban a Friedrich Remmert GmbH-nak szállítunk be automata magas raktáraknak a tartószerkezetét és polcrendszereit csináljuk, illetve a Hauratonnak még a acél olajleválasztó tartályait gyártjuk. Cégen belül plazmavágógép, élhajlítógép, hengerítőgép, vízhűtéses hegesztőgépeink vannak, de alvállalkozók segítségével lézervágást, tűziorganizást is meg tudunk oldani, illetve saját szemcseszóró és festőüzemünk van. Igazából túlméretes szállítmányokat is szoktunk gyártani. Köszönöm szépen! Én köszönöm az előadását. Ugye azt ígértük, hogy ABC soron fogunk önöket szólítani. Most a prezentációban csak annyi történt, hogy én tovább szaladnék, mert a G betű az valahol a P előtt van, és akkor fölkérném most Karácsony Máriát, hogy legyen szíves kapcsolja a mikrofonját és a kameráját, és akkor mutassa be a vállalkozásukat. Köszönöm szépen, átadom a szót. Üdvözlök mindenkit, én Karácsony Mária vagyok, a Ganzek Kft. Kereskedelmi csoportvezetője, és akkor egy percben gyorsan bemutatom. Mi Zalaegerszegen találhatóak vagyunk, tehát közel a nyugati határhoz, ezért a szállítás könnyen megy. Fő partnereink németországiak, a Liebherr csoport több cége, ezen kívül a Caterpillar, valamint a Putzmeister szintén Németországban. A fő termék csoportjaink azok autó- és toronydarúkhoz különböző alkatrészek, illetve betonszivattyús teherautók alkatrészei, illetve a Caterpillarnak gyártunk különböző faipari gépekhez pót alkatrészeket. Technológiákról röviden: láng- és plazmavágás, valamint darabolás, élhajlítás, forgácsolás és megmunkálása, különböző lakatos munkák, összeállító készülékekben, kisgépekkel, hegesztés munkák, a hegesztőmérnökfelügyelete mellett rém- és valszroly gépeken, ezen kívül lézervágást és tűziorganizás alvállalkozókkal szintén megoldható, automaták, toldóautomaták, hegesztőrobotok állnak rendelkezésre. Bocsánat, a hegesztőrobot üzembehelyezése folyamatban van, illetve folyamatban van egy új festőüzem üzembeállítása. Különböző forgó és hiddaruk 10 tonna tömegmagasságig. Az anyagminőségünk az az S960QL, S690QL, S355J2. Jó. Kedves Mária, letelt a rendelkezésre álló idő. Én remélem, hogy lesz alkalma majd az egyes beszélgetéseken az érintett cégeknek elmondani, hogy milyen anyagminőségeket és hogy csinálják. Én bízom benne, hogy oda is egy nagyon jó prezentációt készítenek. Most viszont akkor megkérném, hogy akkor most szálljon ki, és akkor hívnánk a következő cégünket, az pedig gyakorlatilag a Revi Ipari és Kereskedelmi Kft. Lenne. Megkérném akkor Revicki István urat, hogy akkor most ő legyen szíves, tartsa meg az előadását, vagy a rövid prezentációját. Köszönöm. Halló?
Revicki úr, ezek szerint Revicki úr hall engem? Vagy van valaki itt a Revi Kft-től? Nem látom a résztvevők között. Akkor megyünk tovább egy céggel. Akkor megkérném az RV Metal cégtől László Gábor urat, hogy akkor ő ismertesse röviden a cégét. László úr, itt van köztünk? Haló? RV Metal Kft. Képviselőjét várjuk, hogy megtartsa a prezentációját. Haló, haló. Ezek szerint ő sincs itt, akkor mennénk tovább. Amennyiben esetleg később jelentkezének, kérjük, jelezzék, mert akkor megpróbáljuk még a prezentációt visszahozni. De röviden akkor én talán két szóval elmondanám, hogy visszatérnék a Revi Ipari és Kereskedelmi Kft-re, akik gyakorlatilag hát acélszerkezeteket gyártanak, kis és nagy széria, nagy sorozatgyártás, emellett plazmavágással, szemcseszórással is nedves festéstechnológiával foglalkoznak. A céget 1991-ben alapították, 22 fő a foglalkozottak száma, és majdnem 1 millió eurós árbevételük van. Jó, nagyon röviden ennyit erről. Ezt csak azért mondom el a szöveget, hogy a német kollégák is ezt hallhassák. Az RV Metal Kft., akinek szinte nincs itt a képviselője, 1,15 milliós árbevétellel rendelkező 14 fős 2012-ben alapított cég, akik szintén kis és közép nehéz heggesztett gépszerkezeteket gyártanak, fogyóelektródás, illetve hidőgázas hívhegesztéssel, emellett még foglalkoznak lemezmegmunkálással, mechanikus megmunkálással és különféle felületkezeléssel, mint szemcseszórás, illetve nedves festés. Köszönöm. Akkor tovább megyünk. Van még egy jelentkezőnk, aki még kimaradt. A Tungstram Operation Kft-nek kérném föl a képviselőjét, ha jól tudom, Burik Gergely úr. Itt van, köszönöm. Itt vagyok, hall. Jó, hallom, és akkor én át is adnám önnek a szót. Én akkor ki is szállok most a vonalból. Sok sikert, köszönöm. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, Burik Gergely vagyok, a Tungstram Operations Kft-t képviselem. A mi cégünk az elég szertágazó tevékenységet folytat, ezért nem is nagyon tudtuk, hogy melyik csomagba vagy melyik csoportba jelentkezzünk, de végül a hegesztett szerkezeteket választottuk. Alapvetően a cégünknek a fő tevékenysége a fényforrásgyártás, viszont emellett a fennmaradó kapacitásainkat szeretnénk lekötni különféle egyéb tevékenységekkel is. Ennek az egyik területe az alkatrészgyártás, ami a teljes bevételünkből, ami körülbelül 250 millió dollár, nagyságrendileg 30 millió dollár, tehát olyan 28 millió eurót fed le. Ezek az alkatrészek, ezek több dolgot tartalmaznak, a különféle préselt alkatrészektől egészen a nagyon bonyolult szerelvényekig. A mi célunk alapvetően az, hogy a meglévő képességeinket úgy tudjuk kihasználni, hogy minél komplexebb projektekben tudjunk részt venni. Ennek az egyik eleme a hegesztett szerkezetek gyártása és az egyéb fémipari megmunkálások lennének. Rendelkezünk egy körülbelül 150 présgépből álló présparkkal, hozzátartozó CNC lemezmegmunkáló tevékenységgel, illetve van egy forgácsoló üzemünk Hajdúböszörményben, és a kisvárdai gyárunkban pedig a hegesztett szerkezeteknek a gyártását végezzük. A hegesztésnél rendelkezünk hegesztőmérnökökkel, tanúsított hegesztőmérnökökkel, illetve képesek vagyunk a hegesztett szerkezeteknek a vizsgálatára is. Ha jól hallottam, volt egy. Így van, Burik úr, köszönjük szépen, hogy füllel hallotta, jó füllel hallotta, hogy vége van. Bízom benne, hogy sokkal bővebb prezentációt tud majd nyújtatni, fog majd tudni nyújtani az üzleti partnereinek. És akkor most én ezt elnézést, akkor én azt mondanám, hogy most én kiszállnék ebből a prezentációból, és átadnám akkor a szót ismét Sasillés úrnak. Most arra kérem a projektben való résztvevőket, ahogy eddig most folyamatosan egyenként felszolgáltak, hogy a projekt résztvevői, kérem, hogy mindegyikük kapcsolja be a kameráját és a mikrofonját is, illetve a mikrofon csak inkább akkor, hogyha hozzá kívánnak szólni majd, és akkor fölkérem Sas urat, hogy indítsa el a kérdés, tegye föl a kérdéseit, amerre bízom, hogy élénk lesz a cégeknek a válasza. Köszönöm.
Köszönöm, köszönöm a szót. Hát tulajdonképpen nagyon sok kérdés cigázott a fejemben, amikor gondolkoztam azon, hogy mik lennének azok a kérdések, amiket szeretnék én megfogalmazni. Végül úgy gondoltam, hogy itt egy kicsikét az előadáshoz kapcsolódóan, ezeknek a témakörökhöz kapcsolódóan szeretnék föltenni olyan kérdéseket, ami talán azt gondolom, hogy mind egymásnak a segítségére, vagy azt mondom, hogy jó tanulságokat tudnának magukba hordozni, illetve a német partnerek is láthatják azt, hogy mik azok a megoldási javaslatok, mik azok a gondolatok, amik fölmerülnek itt a magyarországi cégekben. És hát ugye ennek kapcsán mindjárt az első kérdés, amit én így megfogalmaztam magamban, hogy hogyan látják önök, hogy a hazai cégek hogyan tudnák a versenyképességüket növelni a német piacon, ugye elközött a jelenlegi körülmények között. És hát tulajdonképpen ezt tudom, hogy ez egy kicsikét ilyen komplex kérdés, nem egy egyszerű dolog, de picit azt mondom, hogy még beszélek, és addig hát, ha van gondolkodási idő is, és akkor van jelentkező is, aki bátor és megtöri, és mindjárt elkezd erről a témáról néhány gondolatot megosztani, vagy a saját gondolatait megosztani. Én itt úgy gondolom, hogy mindenkinek egy picikét a saját üzletében, saját cégében kell elgondolkozni, hogy mi is az a dolog, amiben leginkább úgy érzi, hogy versenyképessé tud válni németországi partnerek szemében. Nem tudom, hogy jelentkező van-e, én nem látom ugye a jelentkezőket, itt a Nemes úrhoz intézném a kérdést, hogy van-e esetleg, aki már jelentkezett. Igen, Büttner urat látom, hogy föltette a kezét, tehát ő úgy néz ki, hogy hozzá kívánna szólni, és akkor én meg is adnám neki a szót. Jó, Köszönöm szépen, hát hogy megtérjük a csendet, akkor én egy-két gondolatot elmondanék, mert volt lehetőségem itt korábbi a melanikus mellünkkelekből is részt venni, és ott már feszegettünk ilyen kérdéseket, és nagyon jó gondolatokkal jöttek az egyéb cégektől is a kollégák. Tehát alapvetően az, amire mi is törekszünk a cégnél, alapvetően próbálunk elmenni tényleg a speciális megmunkálások felé, tehát hogy kicsit olyasfajta megmunkálásokban részt venni, amit már kevesebben vállalnak. Nyilván nagyon fontos a flexibilitás, tehát azért megkörüldeztek ezek a beszállítói láncok, főleg mondjuk, hát mondjam úgy, hogy hála Istennek Kína felé. Tehát igazából kicsit talán visszakanyarodunk Európa felé, és itt mindenképpen fontos az, hogy nagyon rugalmas legyen a cég, és mondjuk ne csak a standardokat készítsük el, hanem mondjuk tényleg olyan speciális eseteket, amiket régebben mondjuk elutasítottunk. Én valahol egyébként ezen a rendezvényen is, itt a hegesztett szerkezeteknél azért ülök itt, mert cégünk régebben, de szinte teljesen dedikált volt a precíziós szerszám elemgyártás irányába, illetve alapanyag beszállításra ötvözött és ötvözetlen szerszámacélok esetében. Ugye hát mi is észrevettük, hogy ebből kicsit el kell lépnünk, mert ez a hatalmas autóipari megtorpanás miatt, tehát az embernek reakciót kell adni. Ezen kívül, ami még itt a versenyképesség növelésben közre játszhat, én csak azt tudom mondani, hogy ami az első prezentációban, mechanikus elmunkálásnál elhangzott, hallottam egy német úrtól, hogy Németországban ugye jelenleg 2 millióan vannak Kurzarbeiton, és kb. 80 ezer munkahely szűnt meg, viszont nem várnak további csökkenést, mivel hogy az állam is ugye támogatja a munkaadókat, mégpedig oly módon, hogy csökkenti a terheiket. Tehát nyilván, hogyha Németországban egy ilyen helyzet van, akkor nyilván ez segítség lenne, azt gondolom, a cégek számára, hogy előbb-utóbb nálunk is ez ügyben tényleg komoly lépések jönnének létre.
körülbelül ennyit tudok elsőre gondolni, aztán többiek biztos lesznek még további ötletei. Köszönöm a hozzászólást. Elnézést, Sasúr, egy pillanatra szeretnék, mert itt egy reagálni szeretnék a Wideman Kft-nak a képviselőjére. Önök bejelentkeztek a rendezvényre, ez stimmel, de gyakorlatilag a bemutatkozási lehetőséget azt az egyes blokkban kapta meg, tehát a professzió klaszter képviseletében jelentek be önök, és gyakorlatilag a klaszter bemutatása az gyakorlatilag az egyes, tehát a mechanikus megmunkálás keretében történt. Ezt viszont szeretném tájékoztatni, hogy a B2B-ben viszont teljes mértékben részt vehet, és ugyanakkor itt is, hogyha bármilyen kérdése van, fölteheti. Wideman úr, várnék egy visszajelzést, hogy akkor... Megértettem. Jó, oké, köszönöm szépen, akkor rendben, akkor én vissza is adom a szót Sas úrnak. Jó, hát én pedig akkor mindjárt meg is kérdezném, hogy van-e jelentkező még, aki ehhez a kérdéskörhöz szeretne hozzászólni. Azt kérem, hogy aki hozzá kíván szólni, az ott a kis kézfeltartásos emblémát legyen szíves rányomni, és akkor én tudom szólítani, hogy akkor reagáljanak a Sas úr által föltett kérdésre. Úgy látom, jelenleg nincs jelentkezőnk erre, tehát én akkor fölkérném Sas úrt, hogy akkor folytassa tovább, és akkor tegye föl a következő kérdést, és bárkinek, aki úgy látja, hogy van hozzászólni valója, szívesen várjuk. Köszönöm. Köszönöm. Hát tulajdonképpen itt a következő témakör és a következő kérdéskör, amit fölmerült, hát ugye egy eléggé markáns, és egyébként nem csak itt a hegesztett szerkezetek gyártásán, hanem az előző két panelbeszélgetés során is tulajdonképpen fölmerült, hogy hát hogyan is lehet munkaerőt biztosítani. Itt most igazából ugye én alapvetően hegesztési vonatkozásban hegesztőkről beszéltem, és hát ennek kapcsán ugye itt a rugalmasság is elhangzott, hogy nagyon fontos rugalmasság, ez kapacitás oldalról is meg fog jelenni, azt kell, hogy mondjam egyre inkább, hogy hogyan látják önök, milyen lehetőségeket látnak kapacitás bővítés és a rugalmasságnak az együttes megoldására, akár közép, vagy akár hosszú távon? Kérem azokat, akik úgy látják, hogy van egy pár gondolatuk a témához, akkor legyenek szívesek a kis látható kézgombot rákattintani, és akkor utána én megadom nekik a szót. Várom akkor, hogy van-e önök között. Látom, akkor én fölkérném Csépke Cecíliát, láttam, hogy gyorsan föltette a kezét. Ő az ASG gépgyártó Kft-től van, hogy akkor válaszoljon a kérdésre. Köszönöm. Hát amit én látok a hegesztés területén kapacitás bővülés lehetőségeként, az oktatás például. Tehát mi elindultunk egy hegesztő tanműhelyel, tehát a környező iskoláktól a hegesztő szakképzésbe megpróbáltunk a környező iskoláknak segítséget nyújtani. Egy saját hegesztő tanműhelyt indítottunk el, ahol rendszeresen éves szinten 12 diák végez. Azt mondom, hogy ez az egyik irányvonal, és természetesen a másik irányvonal lehet a robotizáció. Ez igazán olyan cégeknek, mint a miénk, nem, tehát rövid távon nem biztos, hogy megoldás, mivel hogy jellemzően egyedi vagy kisorozatos termékek, kisorozatban gyártunk termékeket, de el kell ebbe az irányba is indulni. Én azt gondolom, tudom, hogy másnak milyen meglátásai vannak ezzel kapcsolatban. Igen, egyébként azt mondom, hogy ez az oktatás és a robotizálás, ez a kettőnek a kombinálása, ez egyébként egy nagyon jó, hiszen azért itt eléggé sok fiatal kolléga tud felszabadulni, akinél hát azt kell, hogy mondjam, hogy tapasztalat az, hogy sokan miután megtanulnak, szívesen mennek külföldre, de
de lényegében később egy kis idő múlva visszatérve azért eléggé jó tapasztalattal és tudással felvértezve későbbiekben ugyanúgy annak a cégnek akár az előnyére tud válni, akitől felszabadult, vagy akitől elment. Van-e esetleg még más, aki hozzá szeretne szólni ehhez a témához? Igen, úgy látom, hogy Büttner Tamás úr szeretne hozzászólni, és akkor meg is adnám neki a szót. Köszönöm. A mikrofont azt hiszem, hogy el van némítva azt. Most így talán hallhatóbb lesz. Jó. Tehát igazság szerint az oktatási kérdés az szerintem is elsődleges, tehát ezt csak meg tudom erősíteni, hogy nagyon jó a törekvés. A mi esetünkben is saját példából tudunk nyilatkozni, mert ugye mi vidéken vagyunk, Nagyakádon, tehát itt igazából itt a környékben túl sok minden, se nagyobb város, se semmi nincsen, tehát hogyha mondjuk nem vennénk részt mi aktívan mind a duális képzésben, mind pedig a szakember képzésben, akkor azt gondolom, hogy már nagyon-nagyon régen, nagyon nagy bajban lennénk. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy összefogásra van ez ügyben szükség, és a cégeknek nyilván mindenki lehetőségétől és forrásától függően bele kell tegye az időt, pénzt, energiát, hogy legyen itthon igazából értékelhető és jó szakember, mert hát nyilván a külföldnek van egy nagyon nagy elszívó ereje, de hát ma már a bérek közel ott járnak, hogy elgondolkoznak. Tehát tényleg elgondolkoznak mind a fiatalok, mind az idősebbek, amikor mondjuk németországi munkavállalással kapcsolatban kell döntést hozni, hogy ugyan már az lehet, hogy mondjuk itthon is összességében árérték arányban hasonló szintre el lehet jutni. Nálunk most jelenleg, tehát mondjuk régóta fut már 10-12 éve a képzés és a kooperáció itt a szakgimnáziummal Nagyatádon, tehát most jelenleg 86 aktív tanuló szerződésünk van. Képezzük az embereket, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy bevonjuk a munkába, tehát igazából a szokásos és kötelező tananyagon túl mi próbáljuk őket tényleg valós feladatokkal elrátni, tehát én még itt emlékszem, amikor ugye szakközépiskolában annó kalapácsot reszeltünk Eszterga kézből, tehát ugyan sportos feladat volt, de azon kívül, hogy elreszeltünk 5-6 reszelőt, túl sok eredmény nem lett, tehát lett, hogy azóta is tökéletesen működik a kalapács egyébként, tehát az nagyon jó lett. Viszont mi próbáljuk éles feladatokkal megbízni itt az itt résztvevő hallgató és szakmunkásainkat is, hogy lássák azt, hogy amit elkészítenek a végén, az abból valami tényleg lesz, azt használni fogjuk, és még ha nem is feltétlenül eladásra kínáljuk ezeket a portékákat, de megköveteljük, hogy ugyanazokat a toleranciákat ismerjék meg, hogy mi az az 100 milliméter, amikor húzzák a vasat és hajlik, és nem olyan lesz a darab, tehát hogy tényleg nagyon valós körülmények között szerepeljenek. Lehetőséget nyújtunk nekik egyébként nyilván nyári munkára is a kötelező időszakon túl, amit természetesen díjazunk. Én azt gondolom, hogy itt ez tényleg sok ráfordítás és elköteleződés kell ahhoz, hogy itt hosszú távon Magyarországon egy jó munkaerőbázis alakuljon és még jobb legyen. Köszönöm a hozzászólást. Egyébként így ezzel kapcsolatban fölmerült egy hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy újabb kérdés.
Nem tudom, hogy azok, akiknek esetleg van tapasztalata még önökön kívül is a képzésekben való hát részt vett kollégákról, hogy körülbelül hány százalék az, aki ezeken a képzéseken részt vesz, és akkor utána későbbiekben a cégnél ott marad, megragad. Mi a tapasztalatuk ebben? Nálunk az a helyzet, hogy hát talán 10%-ról tudok beszámolni, aki végén megragad nálunk. Megmondom őszintén, ez még ha még szívesen is dolgoznának adott esetben, ugye fiatal emberekről van leginkább szó, és ha mondjuk nem találják meg életük párját itt a környékben, akkor azért nagyon gyorsan kirepülnek. Úgyhogy, de általában a nagy részük azt gondolom, hogy elég jól elkötelezett, és tehát valahol kikötnek az országban. Uh-huh. Úgyhogy, de na, maximum 10% az, aki nálunk itt. Nem tudom, hogy esetleg másnak ilyen hasonló tapasztalat, esetleg aki Budapest és környéke, vagy pedig valamilyen nagyváros környékén van, hogy ott milyen tapasztalat van esetleg az elvándorlásban? Van, közben gyakorlatilag elnézést, csak közben éppen jelentett, mikor elkezdte mondani, mégpedig Angyal Csaba urat, aki vendégként, tehát hallgatóként van nálunk, megkérném akkor, hogy akkor Angyal úr, hogy fejtse ki akkor az ön álláspontját. Köszönöm. Kérem, hogy kapcsolja be a mikrofonját és a kameráját, és átadom a szót. Üdvözlet mindenkinek! Arról szerettem volna megkérdezni önöket, hogy tehát most én igazából alvállalkozókénti kapcsolatban szeretnék önökkel tárgyalni. Tehát most beszélgettünk arról, hogy ezek a fiatalok, illetve a képzésről a diákokat vonzanának be önökhöz. És mi a helyzet azokkal, akik mondjuk alvállalkozóként, tehát kerülnének önökhöz, mint nagy cégekhez? Tehát ezzel kapcsolatban tudnak-e valamit mondani? Nem tudom, hogy esetleg erre valaki jelezette, hogy szeretne reflektálni. Ütner urat láttam, hogy jelzett. Megkérném, hogy akkor reagálja, mert ez szerintem mindenki számára érdekes lehet az alvállalkozók bevonása. Bár egy hallgató jelentkezett, azonban megkérnénk, hogy a hallgatónk, most kivételt tettünk önnel, Angyal úr, de én azt kérem, hogy a kérdéseket, akik hallgatóként vesznek részt, azt a csetmezőben tegyék föl. Jó, és akkor próbáltam, csak véletlenül kattintottam rá az integetősre, és véletlenül bekerültem az önök rendszerébe, csetbe szerettem volna. Ez annyit jelent, hogy bejött önnek, és úgy látszik, hogy érdeklődésre tart számot, mert a Büttner úr az már azonnal, ő viszont föltette a kezét, tehát akkor én át is adnám a szót, mert gondolom, hogy mindenki számára érdekes lehet, amit ő most mondani fog. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát én csak annyit tudok javasolni, hogy nekünk például van erre saját külön részlegünk, tehát aki a kooperációval foglalkozik, mindig időről időre visszatér hozzánk az, hogy bizonyos termelési csúcsokat le kell vágni. Tehát itt igazából más teendő nincs, mint egy ismertetőt elküldeni az ön cégéről, a profiljával, mivel foglalkozik, mi az, ami igazából testhez áll, és nálunk ez egy alapvető dolog, hogyha nyilván találunk egy új partnert, nyilván átmegy egy auditon, megnézzük, hogy képességei és felszereltsége tekintetében hova sorolható, de mint minden nagy cégnek nyilván a szokásos ISO-s auditokon túl kell, hogy essünk, és hogyha itt megfelelt, akkor semmi akadálya, tehát részünkről biztos, hogy tudnak menni az ajánlatok, úgy ajánlatkérések, úgyhogy én azt javaslom, hogy ebben az esetben, hogyha a megmunkálás, tehát mi esetünkben CNC-manás leginkább, vagy esztergálás, persze a hőkezelés is időnként szóba jön, el kell küldeni a profilt, és fel fogjuk venni a kapcsolatot. Köszönöm szépen, remélem kimerítő volt az a válasz Angyal úrnak, viszont közben jelentkezett Burik úr is a Tungsramtól, akinek szintén lenne hozzászólni valója, és akkor én át is adnám neki a szót.
Köszönöm szépen. Alapvetően itt az alvállalkozói bevonás kapcsán dolgoztam a Tungstromban beszerzésen is, szóval viszonylag jó rálátásom van. Alapvetően a nyitottak vagyunk, mi egy viszonylag nagy cég vagyunk, ugye Budapesten van a központi beszerzésünk. Azt kell látni, hogy ha valaki mondjuk egy ilyen Tungstrom méretű céghez szeretne bekerülni, akkor mindenféleképpen fontos az, hogy minőségi szolgáltatást nyújtson, illetve az, hogy ne az egyes gyárakon keresztül próbálkozzon, hanem valahogy a központi szervezeten keresztül, mert a gyár maximum javasolhat a központi beszerzésnek partnereket, utána a későbbiekben történik az, hogy hogyan kerül egy beszállító létrehozásra. Ugye az auditokat, amit Büttner úr is mondott, hogy fontos az, hogy végigmenjen azokon a körökön, ami bürokratikusnak tűnik ugyan, de mivel nagyon sok partnerrel dolgozunk, nekünk több mint 1000 beszállítónk van jelenleg, és a jó minőségű beszállítói háttér nélkül mi sem tudunk jó minőségű alkatrészeket szállítani. És azt gondolom, hogy ez mindenképpen fontos, hogy van lehetőség arra, hogy bekerüljön. Én magam is több beszállítót hozattam létre annó, míg azon a területen dolgoztam, viszont az tényleg kiemelendő, hogy jó minőségű terméket kell, és viszonylag flexibilisan. Azt nem mondom, hogy minden esetben a legrugalmasabb cég a legjobb, mert a minőség kárára mehet, de nagyon fontos az, hogy rugalmasan és jó minőségű terméket szállítson. Ennyit szerettem volna. Köszönöm, és akkor visszaadnám a szót Sas úrnak, hogy akkor a következő kérdéskört, hogyha amennyiben itt úgy látom, hogy nincs több hozzászóló, hogy akkor a következő kérdését tegye föl. Köszönöm. Köszönöm. Hát tulajdonképpen itt a kapacitás bővítés, amiről mi beszéltünk az előbbiekben, ez is ugye egyfajta termelékenység, vagy termelés növelésre ad lehetőséget, de igazából itt az előadásomban is kitértem, hogy ez a lean filozófia bevezetése, ugye a veszteségek azonosítása, nem érték hozzáadó munkák csökkentése, és az értékteremtő munkáknak pedig a hatékonyságának a javítása, mint ugye ilyen főbb irányelvek. Én azt szeretném megkérdezni, hogy önök milyen lehetőséget látnak itt a hazai cégeknél, hogy milyen termelékenység növelési lehetőségek vannak a hegesztett szerkezetek gyártásában? Izgalommal figyelem a készfeltevéseket, hogy utána tudjam mondani, hogy ki az, aki majd szóhoz jut. Egyelőre nem látom a tolongást. Kérem, gondolkozzanak el a kérdésen. Igen, ez nem egy egyszerű, én közben így időben megpróbálom kitölteni, jó, de ha bárki jelentkezik, akkor azonnal félbe lehet engem szakítani. A tapasztalat egyébként az, és azt kell, hogy mondjam, hogy volt ebben nekem pozitív, vagy jó és negatív tapasztalatom is, de mégis valahogy nagyon sokan mindig először azzal próbálkoznak, hogy az értékteremtő, tehát a fő értékteremtő tevékenységnek a hatékonyságát megpróbálják növelni. Ezek mondjuk komoly beruházásokkal járó, most akár hegesztés, de akár beszélhetünk itt forgácsolás, lemezmegmunkálási területről is. Viszont ugye sok esetben maga azok a veszteségek és azok az nem értékteremtő műveletek, amik egyébként adott esetben például én csak egy hegesztésnél egy kiragadott példát szoktam mindig mondani, hogy meg se gondolja az ember, de hogyha mondjuk egy hegesztőnek egy műszakban olyan 20-30% között ég az ív, tehát egy 8 órából, ez azt jelenti, hogy olyan 2,5 órát ég az ív, az már egy nagyon-nagyon jó teljesítmény. És hogyha ezt a 2,5 órát próbáljuk mi hatékonyabbá tenni, de a maradék 8 óra, amikor ugye forgat, anyagot mozgat, egyéb műveleteket végez el, aminek egy jó része veszteség, és ha ezzel nem foglalkozunk, az a befektetett energia, érték, ez tulajdonképpen nem igazán tud visszatérülni. Tehát én ezeket a gondolatokat vetettem föl magában az előadásban, itt is most próbáltam ezeket egy kicsikét így elismételni, átgondolni,
És hát erre voltam volna egyébként kíváncsi, hogy önöknek mi a tapasztalat, hogy esetleg milyen kísérletek, milyen próbálkozások voltak a cégnél, mi volt, ami ebben sikeres volt, mi volt, ami ebben nem volt sikeres esetleg, bár tudom, hogy a nem volt sikeres, azt mindig nehezebb megosztani, a sikeres, azt mindig egy kicsit könnyebb megosztani mindenkivel, de én úgy gondolom, hogy az, hogyha valaki nem sikeres, számtalan olyan dolgot én is tudnék mondani, amiben én sem voltam sikeres, és ezekből tanul az ember, adott esetben akár mások is tudnak ebből tanulni. Nem tudom, hogy időközben van-e esetleg jelentkező, aki hozzá szeretne szólni ehhez a témakörhöz, kérdéskörhöz. Igen, úgy látom, hogy Csipke Cecília szeretne valamit mondani, és akkor át is adnám neki a szót. Kedves Cecília, hallgatjuk. Igen, hát amit mi tapasztaltunk, pont ha hegesztésről beszélünk, ugye az az alkatrészgyártás, ami nagyon nagy mértékben tudja befolyásolni a hegesztés hatékonyságát. Ez az, ahol mi próbálkozunk, tettünk is lépéseket, még mindig nem tartunk azon a szinten, tehát itt el tudom mondani, hogy még mindig nem tartunk azon a szinten, ami valóban megfelelő hatékonysághoz tudna vezetni. Igaz, hogy mondjuk egyedi gyártásnál, vagy kis sorozatgyártásnál ez nem is annyira egyszerű. Itt sok múlik az, hogy milyen előkészítő gépeink vannak, milyen gépparkkal rendelkezünk szerintem. Nem tudom, másnak milyen tapasztalata van. Kérem. Igen, egyébként én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos terület hegesztett szerkezetek gyártásánál az alkatrész előkészítés. Nem tudom, hogy esetleg valakinek van-e hozzászólás. Van egy állandó hozzászólónk, aki szinte minden témához hozzá tud szólni, és ez a Büttner Tamás úr lenne, aki hozzászólna, és ha jól látom, még a Szóda Balázs úr is ezt követően jelentkezett. Én azt javaslom, hogy még ezt a két hozzászólást hallgassuk meg, és utána térünk talán rá az utolsó kérdésre, hogy azért mindenki még hogy is mondjam, ilyen, úgy mondják, hogy isteni időben, vagy hogy is mondják, ha be tudja fejezni a napot. Köszönöm, és akkor átadom a szót Büttner Tamás úrnak. Köszönöm szépen, és tehát igazából nálunk is voltak törekvések itt mindenféle Lean Kaizen és különböző dolgok bevezetésére. És akkor csak nagyon röviden, tehát nálunk igazából, amire nagyon nagy fókuszt fektettünk, azok az indirekt munkáknak a megszüntetése, tehát az adminisztratív munkakörök tekintetében amennyire lehetséges mindent leautomatizálni, tehát ugye ma már a technika alkalmas arra, hogy ne kelljen gépelni, ne kelljen Excel táblákat használni, ne kelljen annyit írogatni, ez sokat jelentett nekünk, emiatt azért tehát át tudtunk csoportosítani munkaerőt adott esetben a termelésben, vagy éppen, tehát nyilván ez nagyon fontos, hogy a nem értékteremtő folyamatokat, én tudok mondani konkrét példát rá, tehát nálunk volt a közszörülés részen, van körülbelül 12 nagyon méretű közszörű, és akkor három ember azzal foglalkozott, hogy mérte azt, amit egyszer már megmértek. Tehát hát ugye elkészül egy köszörült lap, ahol minden adott mérőeszköz, minden, tehát a kolléga teljesen ki van képezve, hogy jó-e, és fenntartottunk erre három embert, aki utána ezt még egyszer lekontrollálta, és hát ez most már egy éve, hogy őket átcsoportosítottuk a termelésbe, valós gyártásba, szintén a köszörű szekcióba. Minőségben semmi nem történt, csak gyakorlatilag lett még plusz kapacitásunk. Vagy nem nagyon fontos a mérnököknek a gyártáshoz való közelebbítele, nagy erőkkel azon vagyunk, hogy a mérnökök ne feltétlenül messze a termeléstől 2-300 méter egy főirodából, hanem ott helyileg támogassák a termelést, mert amikor kérdés egy probléma van, akkor azt ott, abban az esetben ott helyben kell megválaszolni. Még egy dolog van, ami nagyon fontos, és valahol ipar 4.0-hoz kapcsolódik, és itt nyilván a CAM rendszereknek a magas szintű használata, tehát nagyon nagy hangsúlyt fektetünk rá, szinte már az egész cég mellőzi a kézi programozást a gép mellett, tehát előre mérnökök megtalálják
a különböző megmunkáló programokat leszimulálják, és emiatt több előny származik belőle, tehát ugye a selejtjeink száma borzasztóan lecsökken, illetve hát nyilván nem azzal megy az idő a gép mellett, hogy foglalják a gépet azzal, hogy kitalálják, hogy kell ezt megcsinálni, hanem már ez meg van csinálva, csak gyakorlatilag le kell futtatni a megfelelő programokat. Ennyit gondolok. Köszönöm a hozzászólást, és akkor átadnám a szót akkor a panostál képviselőnek, Szóda Balázs úrnak, aki szintén van a kérdéshez hozzászólni valója. Szóda úr, kérem, hogy akkor mondja el, mit kíván. Köszönöm szépen. Nagyon röviden, mert a többiek már elmondták az én gondolataimnak is a nagy részét. Igazából, hogy a hegesztés hatékonyságát hogyan lehet növelni? Hát magának a hegesztésnek a hatékonyságát az maximum a géppel tudjuk növelni, megfelelő gépet kap a hegesztő, amivel abban a minőségben, abban a tempóban tud hegeszteni, ahogy ő szeretne, illetve amire szükség van. Amit mi eddig próbáltunk, és leginkább bevált, az, hogy a holtidőket próbáljuk csökkenteni, tehát hogy nem a minősített hegesztő pakolásza a kész szerkezetet, és nem ő teszi saját magának oda, nem ő készíti fel, hanem erre segítséget kap. Amit a Ütner kolléga is említett, nagyon fontos, hogy egy mérnök azonnal reagáljon, ha bármi kérdés van, hogy azzal ne menjen az idő, illetve fontos még, hogy a lakatos, aki előkészíti a szerkezetet a hegesztésre, hogyan készíti elő, hogyha ő egy tökéletes állapotban lévő, azonnal hegeszthető szerkezetet ad át, és utána azt nem kell százszor még visszaküldeni, meg a hegesztőnek nem kell újra átnéznie, hanem fogja és nekiáll, akkor lényegesen gyorsabban tudunk haladni. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni csak. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy ez érdekes lehetett valamennyi résztvevő számára. És akkor elérkeztünk oda, hogy az időnk az már kezd lefelé futni, és akkor fölkérném én Sas urat, hogy tegyen föl még egy utolsó kérdést, amit megválaszolást követően zárnánk a rendezvényt. Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát tulajdonképpen itt a Büttner úr már elkezdte megemlíteni az ipar 4.0-át, hát nekem pont ezzel kapcsolatosan merült föl itt egy utolsó kérdésként, hogy nem tudom, önök mit tartanak legfontosabbnak itt a hegesztett szerkezetek gyártása során az ipar 4.0-val kapcsolatosan, tehát miben gondolkodnak, minek a bevezetésében. Akinek esetleg ebben már volt valamilyen tapasztalata, tehát valamilyen ipar 4.0 projektet már bevezetésében részt vett, hogy milyen tapasztalatok voltak, mik voltak benne a pozitívumok, mik voltak benne a negatívumok, ebben szerettem volna egy kicsit megkérdezni önöket, hogy hogyan látják ezt a ipar 4.0-át tulajdonképpen. Ez addig, amíg esetleg valaki nem jelentkezik, ez úgy gondolom, hogy egyébként, hogy hegesztett szerkezetek gyártása során, ugye a forgácsolás, anyagmozgatás, egyéb eljárásoknál nagyon, nagyon jól automatizálható. A hegesztés az egy kicsikét nehezebben megfogható, ott nehezebben értelmezhető, hogy mit is értünk itt az ipar 4.0 alatt. Azt kell, hogy mondjam, hogy olyan online rendszerek állnak rendelkezésre már, melyekkel nagyon sok információt lehet összegyűjteni, és ezeket az információkat kiválóan lehet a későbbiekben használni, akár egy termékelemzéshez, mondjuk egy utókalkulációhoz, amikor az ember meg tudja nézni, hogy ténylegesen mondjuk egy-egy terméknél mennyi volt a főidő, mennyi volt a mellékidő, illetve ugye a hegesztési paraméterek figyelésével akár már hogy a minőséget is lehet befolyásolni, tehát adott esetben sokkal hamarabb észlelhető egy-egy probléma, vagy egy-egy kritikus varrata, amikor elkészül. Nem tudom, időközben van-e esetleg olyan, aki hozzá szeretne szólni ehhez a témához. Ha nincs, akkor én még egy pár gondolatot én itt el szeretnék mondani, vagy ki szeretnék emelni.
Nem tudom, van esetleg? Nem esetleg. Nincs egy újra hozzászóló, ja, tehát én úgy láttam, hogy ez tényleg, ahogy ön is mondta, hogy az ipar 4 az ide még talán nem igazán indult el a hegesztés területén, de szerintem ez az idő el fog valamikor jönni. Én itt inkább akkor, hát nem tudom, mondja akkor, hogy mit szeretett volna még mondani Illés úr, és akkor utána talán én még annyit szerettem volna felhívni, és egyébként ez azt kell, hogy mondjam, hogy egy, hát lehet, hogy nem is annyira új dolog, de itt ugye az ellenőrzések kapcsán itt fölmerült már ugye a kontrollálás, ugye több személy is be van vonva ellenőrzésekben, és ugye ezeknél is megjelentek olyan digitalizált eszközök, amikre itt az előadásomban is próbáltam utalni, ami akár egy vizuális varrat ellenőrzést, ami egy eléggé, azt kell, hogy mondjam, annak ellenére, hogy objektíven próbálják megfogalmazni, de azért mégis egy eléggé erősen szubjektív tevékenység. Ezeket is már lehet digitalizálni, illetve acélszerkezetek méret ellenőrzéséhez is léteznek már olyan optikai, olyan lézerszenzor vagy lézerszkenner rendszerek, amelyekkel a hegesztett szerkezetek ellenőrzése is úgy mondom, hogy automatizálható, hiszen mondjuk egy modellel, 3D-s modellel összevetve egy adott hegesztési szerkezetet, kiválóan meg lehet festeni a modellt egy lézerszkenner pontfelhő alapján, amivel tulajdonképpen meg lehet azt ítélni, hogy most adott szerkezet megfelelően van összeállítva, meg vannak-e rajta az alkatrészek, ott vannak-e rajta az alkatrészek, ahol kell rajta lenni. Tehát nem tudom, hogy ilyen jellegű tapasztalat, ilyen jellegű ismeret. Ugye van több olyan nagyobb cég, aki ezekkel foglalkozik, tehát itt most én nem reklámot akarok csinálni nekik, mondom is mindjárt két nagyot, a Faro és a Leica az, aki ezekkel eléggé erősen foglalkozik, és a tapasztalatunk az, hogy ezek még eléggé gyerekcipőben járnak, talán azt mondom, hogy ezek a lézertrekkeres forgácsolt bemérések azok, amik már egy picikét sokkal ismertebbek megmunkálás terén, de hegesztett szerkezeteknél is egyre inkább azt tapasztalom, hogy jelennek meg. Nem tudom, hogy önöknél van-e hasonló tapasztalat. Látunk egy hozzászólót itt, gyakorlatilag, sőt, kettőt is látok. Hát most ugye a hölgy Cecília kicsit később jelentkezett. Én azt mondom, hogy akkor megadjuk még a szót Büttner Tamás úrnak, mint állandó hozzászólónak, valamint Csépke Cecília, mint gyakori hozzászólónak. Jó, akkor Büttner úr, kérném, hogy akkor mondja el ezzel kapcsolatos véleményét. Már csak két dolog miatt is, egyrészt, hogy egy témához azért nem maradjon már hozzászólás nélkül egy téma, már csak azért is, már ha meg lehet említeni, meg a Faro egyébként nálunk teljesen friss a dolog, most szereztünk be egy harmadik, egy gombrendszer, ennek is a legfrissebb tagját, és hát még csak ízlelgetjük, tehát gyakorlatilag nagyon érdekes a dolog, ipar 4.0-ról meg, hát ez az ipar 4.0, ez mi kaptunk, van, ha büszkélkedjek egy kicsit, egy ezüst oklevelet, az ipar 4.0-ás, hát ez egy gyakorlatilag nem pályázat, hanem gyakorlatilag kaptunk egy ilyen minősítést az IFK-tól, részt vettünk egy hosszú képzési folyamaton, aminek ez lett a vége, de én azt gondolom, hogy mi egyedi gyártással foglalkozó cég vagyunk, finoman szólva is csak ízlelgetjük az ipar 4.0-át, meg még szerintem nagyon sokan, mert igazából ebbe az ipar 4.0-ába annyi minden bele van sűrítve, ugye automatizálástól, digitalizációtól kezdve, tehát most mondhatok példákat, ahogy Jézus ezeket demozzák, vagy felveszek egy szemüveget, és akkor már látom, hogy melyik alkatrészt kell kicserélnem a gépbe, de úgy, hogy a gép szól, hogy melyik alkatrész az. Hát ebből jelenleg annyit érzékelünk, hogy ez inkább eldurvult, tehát hogy ha mondjuk van egy pici problémám, akkor cseréljük ki a gépet. Tehát azért ez még ilyen makroszinten működik, nem igazából mikroszinten. A mérések, tehát a big data az működik, nyilván ezzel foglalkozni kell, volt idők mérése, valós idők mérése, ezekből lehet hozni döntéseket, de még
de döntéseket még mindig mi hozzuk, tehát emberek hozzuk, tehát ezeket jelenleg nincs meg még az az algoritmusunk, ami képes ezeket kiértékelni, nyilván haladunk felé. A mérésre visszatérve, tehát nyilván ez az optikai mérés a jövő, de ennek is a kiértékelése valahol megy, tehát széria gyártásban én is tudom, hogy lefotozott egy ajtópanelt, és akkor már dobja is, hogy piros vagy zöld. Ez valóban működik, de ez az kell, hogy már minden apró folyamat, tehát ez már tényleg az utolsó kis multinacionális cégeknél azt gondolom, hogy ez tud működni, hogy ahol már az utolsó kis minimális folyamatokat kell beállítani, és ott van arra idő, hogy mondjuk 3 év múlva indul egy autó gyártása, és annak ki kell találni, hogy fogom mérni 3 év múlva az ajtaját, akkor erre be lehet állni, és tényleg alkalmasak rá ezek az eszközök. A mi részünkről inkább azt mondom, hogy az adatgyűjtés szintjén vagyunk, amiből még mindig az emberek hozzák a megfelelő döntéseket. Jó, köszönjük szépen, és akkor át is adnám a szót Csipke Ceciliának, hogy ő hogyan reagál erre a kérdésre. Parancsoljon, Cecília! Igen, nálunk is éppen erős aktualitása van ennek a témának. Mi múlt héten érkezett meg hozzánk pont egy 3D-s lézerszkenner, aminek az oktatása ezen a héten zajlik. Mi leginkább ezt a szkennert pontosan arra szeretnénk használni, hogy a nagyképes megmunkálásainknál a kapacitásainkat tudjuk bővíteni. Tehát szeretnénk bemérni a hegesztett szerkezeteket, mielőtt felrakjuk a CNC megmunkáló központra, hogy ott tudjunk az idő, tehát a kiállítási időkön csökkenteni. Tehát pont ilyen célzattal. Igen, egyébként én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon hasznos egyébként ezeknek a szerkezeteknek, hogy már előre azokat a deformációkat, ami a hegesztett szerkezet szenved, ezeket figyelembe lehet venni, és a gépnél nem a kiállítás veszi el a sok időt, hanem már adott esetben lehet módosítani. Ez egyébként egy nagyon-nagyon jó és nagyon élő példa, én úgy gondolom, ennek a rendszernek a megfelelő kihasználására. Hát nagyon szépen köszönöm ezeket az értékes kérdéseket és az értékes válaszokat. Szerintem ez sok cég számára elgondolkodtató, hogy milyen irányba fognak majd a jövőben elmenni. És szeretnénk akkor tényleg minden résztvevőnek és minden hallgatónak megköszönni a résztvételt. A projektben résztvevő cégeink számára pedig holnap, illetve a későbbi napokon pedig eredményes tárgyalásokat kívánunk. És akkor szeretnék elbúcsúzni, én most készfeltartással integetek és búcsút veszek minden résztvevőtől. Mint említettem, a rendezvényről videó felvétel készül, ez majd a honlapunkon megtekinthető. Kérem, hogy vissza is nézhetik önmagukat is, hogy mit csináltak, mit mondtak a kollégák, és hogyha ajánlják esetleg valakinek tovább, azt is megköszönjük. Köszönöm szépen a részvételüket, a hallgatóságtól is elbúcsúzom, német vendégeinktől is, és jó tárgyalásokat kívánok. Viszontlátásra! Köszönöm, és figyelj! Viszlát!